és arra hívom a hallgatóságot, hogy, hogy az elhangzottakat magában gyorsan érdemélye meg, és aztán már is. Próbálok egy kicsit gyorsan megyni Szabos, mert úgy tűnt, hogy átveszi a szerepemet. Most a szekció után, és hát akkor visszatérek a pásztra. De a Farmati Annának az előadásához szeretnénk hozzászólni, mert ez a szerepem nagyon sok tanúsággal szolgált, és igazából ezt az irodalmi gondolkodásmódot visszaterelte, vagy hát oda terelte a társadalomtörténeti kiindulópontra, ami ugye a konferenciának a fő, az egyik fő hát, vezérfonala ezzel, hogy, hogy egy, gyakorlatilag egy bizonyos értelemben új műfajt jelölt ki, amely a Pécsi Érekeskönyve. Nyilván van egy nagyon erős erdélyi szála értelemszerűen. Most nem beszéltem meg. Igen, van egy nagyon erős erdélyi szála, de hát ezzel a Pécsi Énekeskönyvvel bevallom, amikor én ezzel foglalkoztam, én ezt figyelmen kívül hagytam, hogy ilyen szempontból nekem is tanulságos tudni. Ez nagyon jól beleilleszkedik abba sok műfajú irodalmi kínálatba, amit a magyar katolikus egyházi elit, a hódoltsági és még konkrétabban a licenciátusok által vezetett közösségek megsegítésére készített, ami ugye azért fontos, mert valóban árnyalja azt a képet, miszerint a magyarországi katolikus hierarchia a hódoltságban élő katolikusoknak legfeljebb az adóztatásával foglalkozott, vagyis a katolikus egyház az adóztatásával foglalkozott legfeljebb, meg némi jogbiztosítással és lelkipásztorkodással pedig semmit. Mert ugye, hogyha végig tekintünk az idősebb Draskovics Györgytől kezdve 1559-ben jelenik meg ugye az a pásztorlevelet, amit a török alá került papjaihoz ír, aztán ugye Telegdi Miklósnak a posztillái, amelyben van egy külön, az előjáró beszéd után egy külön fejezet, ami ugye azt mondja, hogy hogyan kell a pap nélkül összejöveteleket tartani, és igazából maguk a posztillák is ehhez kívánnak segítséget nyújtani, ezt nem kikövetkeztetjük, ezt leírja, vagy pedig hát Kálvi Györgynél ugye az előszóban, ahol leírja, hogy ezt annyira használták Telegdi posztillás könyvét a hódoltságban a pap nélküli gyülekezetek, hogy ezek elfogytak, és ezért ő most egy újat ír, tehát igazából a célcsoport itt is ki van jelölve, azok a bizonyos olyan prédikátorok, akik nem papok, és nem úgy érzik, hogy szükségük van erre, és akkor ezt a sort koronázza meg igazából még az Erős Marti Mihály intő és tanító beszédbe, aminek a címének a második felében ott van, hogy a bátaiaknak, tehát a hódoltsági hibeinek írja, akik megtévedtek, és úgy hallottam, hogy elzavarták a katolikus papjukat és mindenféle protestáns dolgok után nézelődtek, és egy nagyon inventív módon ugye ebben van itt vitázó dráma idézőjelben, tehát párbeszédek, stb., amellyel próbálja meggyőzni az ő bátai híveit, hogy mégiscsak térjenek vissza a katolikus vallásukhoz. És hát bár ezt a művet ugye, mint tudjuk, Pászmány Péter nem olvasta Bartók István írásából, talán méltán vagy joggal is, mert azért ez valóban nem a Pászmány Péter szintje, hogy nem is ő volt a kijelölt célcsoport, hanem a bátaiak, tehát a hódoltsági hívek. És tehát ebbe a műfajilag is terjedelmében és irodalmi jelentőségében is jelentős, hát irodalmi termésbe illeszkednek bele ezek az énekek. Tehát ez azért azt mutatja, hogy a Háromország egyháza, hogy igenis a katolikus egyház hierarchia különböző szintjén levő tagja, illetve szerzetesek, elsősorban a jezsuiták, de nyilván ferencesek is, folyamatosan foglalkoztak azzal, hogy azok, akik a török alatt élnek, és akiknek a rendszeres elfelelkipásztori ellátása nem megoldott, vagy csak laikus vezetőkkel megoldott, hogy azoknak egy jól használható szöveganyagot adjanak a kezükbe, és hát ezek az énekek ugye ezt a képet árnyalják és erősítik nagyon komolyan. Gyűjtsük a kérdéseket, vagy tetszik be? Lehet, ahogy fölvállalkozni. Jó, van-e? Ez nem jövő. Aha.
azon utáni nem tudok. Nem, hogyha nincsen kérdés, én azt vettem észre, hogy most egy zárszó következik, azt hiszem, az biztos, hogy ezt nem ér. Mindig vállaltam, hogy én nem ez a szó, nem számítottam el, de arra szabadságra helyet is úgy engem kértnek, hogy mondjak egy zászlót, és hát hevenyésze azt találtam ki, hogy itt a reformáció emlékév kapcsán szerveződő ilyen finomfogalmazva ad hoc konferenciák mellett én nagyon örülök neki, van egy számítani tematikával, és már egy hagyománnyal rendelkező konferencia. Én csak ugye a szörmentén vettem részt a szervezőket, hogy azért dicsérem benne magam, hogy dicsérem nem a szabolcsiakra, hogy ezt tényleg megszervezték. Van egy világosan kijelölt tematika, hogy századonként végig tekintjük az egyházi társadalomnak a felépítését. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ez nálam alakult emberek elmondták már tegnap, ami egy hiány téma, ami egy végiggondolandó és végiggondolható téma, mert a forrásanyag megvan. Én azt gondolom, hogy mint a tavalyi konferenciák, mint pedig a tavalyi konferencia előadás, mint pedig a mostani konferenciának az előadásai, az bizonyították, hogy egy olyan témáról beszélünk, amihez van anyag, viszont kutatási feladat rengeteg van, és engem az arról győzött meg a tegnapi nap is, nem csak az előadások, hanem a hozzászólások, viták, meg a mai előadások is, hogy legalább annyira színvonalas és érdekes kötetet fogunk jövőre a kezünkben tartani, mint amit idén tarthattunk a kezünkben. Nekem is volt lehetőségem egy picit elnézni a tavalyi tanulmányokban. Én azt gondolom, hogy egy gyerekek innen, nem egy kis tárgyi dicséret, ezt nem pedig a valós értéke is, nagyon színvonalas kötetet látunk. Úgyhogy azt gondolom, és ismerve a Szabolcsnak a hát, hogy célorientált hozzáállását, ő el fogja érni a szerzőknél, hogy jövő szeptemberben az illető bemutatóban nyilvánosul a konferencia. Én szeretném tényleg megköszönni a elsősorban a Szabolcsnak, hogy ezt az egész konferenciás sorozatot kitalálta, és nagy lelkesedéssel és húzgalommal megszervezte. Addig nincsen, ebből látszik, hogy megint dolgoznak, hogy nincsenek itt a Vértesi Lázár, a Sipos, aki a főiskola részéből a háttérmunkát végezik, akik szerveztek már konferenciát, pontosan tudják, hogy legalább annyira fontos a háttérben lévő szervezőknek a munkája. És azt hiszem, hogy nem állunk zsákba macskát, ha azt mondjuk, hogy jövőre folytatjuk a 18. századdal. Ős Zoltán kollégámmal kaptuk meg a megtisztelő feladatot, hogy összegyűjtsük a tegadókat. Gondolom nem fogtok meglepődni, hogy egyben visszatérő vendégekre számítunk, részben természetesen új előadókra, és azt remélem, hogy akkor jövőre megint minden szeptember köszönöm a vége fel, ugyanígy találkozunk, és folytatjuk ezt, azt mondom, minden szempontból érdekes és színvonalas beszélgetés. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a szervezetnek a részvételt. Szóval szép délután!